Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen, köszöntöm Önöket, és köszönöm szépen a lehetőséget, dr. Radánovics Nagy Dániel kollega úr felkérését, hogy a prevencióról, fogászati prevencióról beszélhetek. Rögtön át is kapcsolnék az előadásra. Nekünk előírás itt az egyetemen, hogy a jubileumi évvel kapcsolatban használjuk ezt a diát, úgyhogy ezt bizonyára megértik. Ami ennél talán több magyarázatot igényel, az az, ez a talán szerénytelennek nevezhető cím, ugye, hogy prevenció felülnézetből. Semmiképpen sem szeretnék szerénytelennek tűnni a hatásából, ezek által, a tényezők által befolyásolva kialakuljon a fogszúvasodás. És jól látjuk a külső kört, ahogy az elején említettem, hogy a szociális helyzet az egészségnek az egyik fontos összetevője, bizony a fogszúvasodás kialakulásában is a szociális helyzet, az attitűd, a tudás, alapvetően befolyásoló tényezők, hiszen nem mindegy, hogy milyen a szájhigiénéje valakinek, vagy egyáltalán van-e fogkeféje, mos-e fogat, van-e, használ-e fogkrémet. És az oktatás szerepe is jelentős, és ezek mind-mind nagyjából olyan tényezők, amik nem rajtunk múlnak. Természetesen a tudást, azt tudjuk befolyásolni, de ehhez az kell, hogy a beteg a látókörünkbe kerüljön, eljöjjön a rendelőbe, vagy eljöjjön egy valamilyen prevenciós programra. Vagy fölkeressük őket, az is lehet, de ez már nehezebb. Hogyan is működnek az egyes tényezők? Láthatjuk, hogy a gazdaszervezet ugye számít, a nyál mennyisége, minősége, a fogak adottságai, barázdák formája, hogy mennyire szűkek, milyen mélyek. Tehát ez a fogékonyságot befolyásolja, de és ezt tudjuk mondjuk fluoridok alkalmazásával vagy barázdazárással befolyásolni. Ha kariogén mikroflóra van, akkor a szájhigiéné javításával, a plakell távolításával tudjuk csökkenteni a kariogén baktériumok, vagy akár a gingivitiszt okozó baktériumok számát. A táplálkozás befolyásolásával pedig a káriesz prevencióban a szénhidrát mennyiségét tudjuk befolyásolni. És az időfaktor nem mindegy az, hogy mennyi idő tartam az, amíg a szájban, a fogak körül savas pH alakul ki, ami a fogak demineralizációját segíti elő, tehát a nasolások száma fontos, és az sem mindegy, hogyha csak főétkezéseink vannak, hogy a főétkezés után mennyi idő múlva áll helyre a normális pH. Tehát mondjuk egy öblítéssel, egy xilites rágógumi elrágásával hamar helyre tudjuk állítani az eredeti neutrális tartományba a pH-t, és így sokat tehetünk a demineralizáció, a kariogén adtakok idejének csökkentése érdekében. A mai világban